Magyari Zoltán emlékhelyeinek megkoszorúzásával nyitották a magyari napokat. A délelőtti órákban Magyari Zoltán szülőházánál, a jelenlegi Tatai Járási Hivatalnál, a Magyari Szobornál és a környei úti temetőben is koszorúztak a megemlékezők. Magyar Zoltán Szobránál többek között dr. Cserni Ákos Dékán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részéről, és dr. Jávor András, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke is megemlékeztek az iskolateremtő tudósról. Magyar Zoltánról minden évben megemlékezünk, nem csak a kereké fordulókon, hanem valóban az ő szellemisége az teljesen átítatja a magyar közigazgatását és most már közszolgálati felsőoktatást is. Magyari tulajdonképpen, ahogy a korábbi beszédemben is jeleztem, hidat képez múlt, jelen és jövő között. Ő az a szakember, akiről tulajdonképpen rengeteg minden kapta az elnevezését, de legfőképpen amit ma a köztudatban él a magyari program. Méltó az az emlék, amit ő képvisel, és szeretnénk mi is méltók lenni hozzá. Ezért szeretnénk, és ezért emlékezünk meg róla minden évben, és nagyon-nagyon örülök, hogy a fiatal kollégáink, a szakkollégium fiatal tagja is itt vannak, akik tulajdonképpen tovább viszik az ő örökségét. Magyar Zoltán életművéről egyre több embernek kell tudnia, nem csak a kormánytisztűs elők között, hanem azt hiszem az egész lakosság között. A mai korban különösen nagyon fontos az, hogy az embereknek bizalmuk legyen a közszolgálatába. Ez a bizalom nagyon sokszor, nagyon sok formában megrendül, részben tapasztalatok, részben ellenséges médiaközlések miatt, ami nem jó. Mert a közszolgálatnak eltökélt célja az, hogy a közjót szolgálja, az egyes emberek érdekébe tevékenykedjen, és ha nincs bizalom a közszolgálat iránt, akkor lényegében véve ennek hatásfoka lett kívül alacsony. Magyarizoltán olyan eszközöket dolgozott ki és vezetett be, amelyek megtartották a magyar hagyományokat, de építettek az európai új tapasztalatokra. A 20. század közepén. A június 10 és 12 között Tatán és Budapesten zajló programok méltó alkalmat teremtenek arra, hogy a résztvevők megemlékezzenek a hazai közigazgatástudomány egyik legnagyobb személyiségéről, valamint eszmét cseréljenek a közigazgatás aktuális kérdéseiről. A konferencia holnap délelőtt a Menner Bernád zeneiskolában folytatódik.